Újat alkotni jó. A műsor és a tehetségek támogatója a Samsung. A Dalfutár autós partnere a Mazda. Az érzékeidre hat. Akárcsak a Dalfutár. Gyermekkoromban megeskedtek Lenin kopasz fejére, hogy az úttörők 12 pontját mindig betartom. Bár nem emiatt, de én azóta is segítek, ahol tudok. Covid rákta évünk sokakat megviselt országszerte, ezért elhatároztam, hogy a következő dalunk nagyon pozitív, őszinte és költői lesz. Olyan dal szeretnék, ami elsimítja a feszültségeket, vigasztal, erőt ad és felemel. Ránk férne. Mai csapatunkban benne van ez a lehetőség. Friss négyesünk, egy énekesnő, aki Quincy Jones születésnapi zsúrján beszélgetett Stevie Wonderrel, egy producer, aki kongázásból is jól tud lakni, egy költő, aki még sosem írt dalszöveget, és egy még ismeretlen, de annál elszántabb zeneszerző lány, aki dalszerzői felhívásunkra jelentkezett. Tedd magad alá, ez vizes az a pad. Köszönöm, nagyon figyelmes vagy. Hoztam esernyőt. Ez egy ilyen nagyon különleges pillanat nekünk itt a Dalfutárban, mert te vagy az első civil szereplőnk. Sziasztok! Hütter Dóra vagyok, és van egy zenekarom, a Dorki Pelágó. Saját dalokat játszunk, és amikor megláttam ezt a felhívást, arra gondoltam, hogy jelentkezem egy dalommal, Napsugárral. Most írtam meg az angol szövegét, úgyhogy ezt fogom nektek eljátszani. A little sweet sunrise is looking in your eyes through the window glass. A dal felhívásunkra vagy 5-600 dal érkezett, és hát egy bossanovát küldtél. Az tudatos volt, tudva azt, hogy az én zenei világomban ez benne van, vagy amúgy is ez a zenei világod? Vagy benne van neked is? Nem volt tudatos, de benne van, és ez az a dal, ami ilyen baromi nagy befutó az életemben, tehát így ez egy alkotói időszaknak az elején volt, és a gyerekek inspirálták, és én nem tudom, de ez a dal olyan volt, hogy így rögtön mindenkinél bejött, megmutattam a barátaimnak, mindenki imádta, én is imádtam. Nyertünk vele a zenekarral egy ilyen jazz kombó versenyt, és valahogy ez a dal nekem ez egy ilyen napsugár az életemben. Igen, videóklip is lett róla. Még a kívánság kosárba is eljutottatok vele. Szóval ez volt neked az első, akkor mi most már zenekar vagyunk, mások szerint is élmény. Igen. Hogy zenéltél, vagy mi közöd volt a zenéhez? Hogy kezdődött? A gitár volt az első nagy szerelem, ami igazából a saját első kis gyűjtött pénzemből vettem, az első gitárom, és mellette meg mindig ott volt az ének is. Mik voltak a kedvenc dalok? Egyet-kettőt mondasz akkor? És nem kell szégyelni sem a Shy Guys. Volt egy Zanzibar CD-m, volt Linkin Park CD-m, akkor volt a tínédzser korszak, és akkor az ilyen kicsit rocker, meg nem kell szabadkozni. Ezek eddig rendben vannak. Tehát ilyenek. És honnan jött be a jazz, vagy a bossanova, vagy ez a finomabb világ, vagy ez később lett? Jóval később. Egy zongorista megismerésével jött az életembe, akivel elkezdtem jazz standardeket tanulni, meg így saját örömünkre játszani, semmilyen... Jazz koncertet mikor hallottál először, vagy mi volt az első ilyen jazz élményed? Amikor megismertem ezt a zongoristát, akkor elhívott engem egy Csikorre a koncertre, de várjál, mert ez nagyon menő. Rögtön jóval kezdtél. Ez még az egyetem előtt volt, és eljöttünk a műpába, és emlékszem, hogy mondta, hogy mennyibe kerül a koncert, és én rosszul értettem, azt gondoltam, hogy egy nullával több, és én az összes félretett pénzemet elhoztam, és így akkorát röhögött, mikor megláttam. Ja, hogy ő meghívott mondjuk, és mondta, hogy 5000, és te meg elhoztál 50 000-et? Igen. Az nagyon cuki. Utána néztem, hogy ez milyen nagy zong, és gondoltam, na jó, hát akkor ez ilyen drága, nem baj, hát így fogcsikorgatva elhoztam az összes pénzemet. Igen, viszont aznap este volt nálad 45 000 forint. És mi lett a vége? Nem tartozik ránk. Nem. Te hogy írsz dalt?
a gyakorlásból írok dalt. Tehát én megmondom őszintén, hogy ez semmi nagy misztika. Lehet, hogy van, akinek igen. Gyakorlás. Aha. Most írtad ki magad ebből a műsorból. Hát nem, az van, hogy így a hangszer a kezemben van, elkezdek gyakorolni, jönnek grúvok, dallamok. Nem, van olyan is, hogy egyébként takarítás közben egy dallam, de van olyan is, hogy eső közben indul el bennem egy szöveg. Szóval nagyon változó, mert van, amikor ez jön elő, van, amikor az, és mindig más inspirál. Ennek a helyzetnek, hogy egy még nem annyira ismert civilt behozunk az ismertebbek közé, ennek mindig megvan az a veszélye, hogy majd ő ott megijed, és neki minden jó, és ez tudsz határozott is lenni? Tudok határozott is lenni. Hiszt is? Nem. Hát nem tudom, kérdezz meg. Tanítónén is, vagy hogy? Azt lecseszed a srácokat, hogy akkor nem, most már elég a cigi szünetből és a hisztériából, és legyen munka, vagy hogy nem van ez? Ilyenek. Nem, hanem a zenei koncepcióból nehezen akartam engedni, hogy ne menjen el egy olyan irányba, amit nem akartam azzal a dallal üzenni. Márpedig itt ebből a konfliktusból valószínűleg sok lesz. Beleállok, nem baj. Na jó van, azért, és mi fogsz, gitáros dalt fogsz hozni, vagy? Nem tudom. Még azt se tudod? Nem mondom meg. Azért jelentkeztem erre a műsorra, mert amikor volt ez a felhívás, akkor a zenekarom pont abban az időszakban volt, amikor a dalszerzés időszakában, az alkotás időszakában, és azt gondoltam, hogy ez az életemben pont most egy nagyon jó tapasztalat lenne, és ez nekem így kell, és önző módon azt gondoltam, hogy nekem jelentkeznem kell, és nagyon örülök, hogy sikerült. Csodálatosan az elején vagy valaminek, és ezt mi fogjuk elrontani a dalfutárban. Szeretnék patakparton sétálni. Lehet? Meg egy kicsit megnézni ezt az egészet. Megfésülhetem a hajam picit. Na, és erről beszéltem. De ez nem lesz benne. Művész hiszti, dehogy nem benne lesz. Most lerántjuk oda leplet. Persze, ő a természetes lány. Ő nem, ő csak azért, hogy szeretné, hogy eljusson az emberekhez. Azonnal fésülködik, mert most a patakparton engem nem tudsz megfésülni. Ne. Nekem ugyanis nincs hajam. Hátul megfésülhetsz egy kicsit. De van azért hajad. Igen, az onnan. Akinek nincs haja, az én pasimnak. Amit onnan hátra fésülsz, azt fogom majd előre ültetni. Ott van a patak. Egy kis napsugár, ide kocskán, át az ablakon. Na ez a híres patakpart, ahova lejársz? Igen. Ahol én nőttem fel a Szent István parkba, ugyanezek a piros és olyan barna padok voltak, és azokon a barna padokon mindig ultiztak és sakkoztak az öregek. Szatmárnémetiben voltak ultizó sakkozó öregek? Voltak. Az nagyon jó, ugye? Azok nagyon édesek. Az nagyon jó, de hát a zenekarommal is szeretünk sakkozni, meg, ja, hogy belekeverted meg padon ülni, meg ilyen dolgok. Ugyanis van a Dorki Pelágó, az én zenekarom. Tudom, ügyesen szóba hoztad, egészen véletlenül. A zenekarom a munkám, egy körülbelül egy éve felmondtam, és azóta főállásban ezt csináltam. Miből mondtál fel? Egy bölcsődei munkám volt. A gyerekek nagyon jók. Légy szíves, bosszanovát írjál. Nem volt még a dalfutárba bosszanova, mert én azt gondoltam, hogy az annyira kínos lenne, hogy én valakire ráöltetem az én egyik szívem csücskét, de nálad ez annyira adná magát, mivel te is szereted, ilyen dallal jelentkeztél. Írjál már bosszanován. András, ez nem kívánságműsor. Tudom, hogy a tiéd, de... Pillanat. Hívjátok, légy szíves, a másik lányt, jó? Aki sokkal együttműködőm. Egy hét. Nem kell rögtön, nem kell olyan gyorsan. Azt csinálsz, amit akarsz. Oké. Okay. Nagyon örültem, én hogy megismertelek. Szervusz. Szia. Hello. Hello. Do-do-ah, do-do-ah.
A pozitív hangulat fokozására elhatároztam, hogy ebben az adásban beteljesítem egy gyermekkori álmomat is. Ehhez mindenek előtt egy hatalmas park kell, nagy gyep felületekkel. Kell továbbá egy költő, egy rózsaszín pulcsis néni a háttérben, és még pár apróság. Na, még mindig nem sejted, ugye? Nem. De azt a részét már megúsztuk, hogy régi molyos ruhákat kelljen nézni, illetve azna sincs bajom, aranyozott bidét, de ma nem az van, hanem figyelj, mivel mi, mint említettem, szomorú emberek vagyunk, ezért kijöttünk a napsütésre, és figyelj, elintéztem, hogy traktort fogunk vezetni, fűnyíró traktort. Nekem top 5 gyerekkori álmom, Válikos valóra. Füvet azt neked is rengeteget nyírtam, de soha még én, úgyhogy ez szuper. Hát remélem. V48 ezer. Ez majdnem olyan, mint amikor egy jó soundot, egy jó beatet meghallasz. Szegény ember helikopterre, nem? És nézd oda, ott nyomjuk ki a füvet oldalt. Aha, óriási! Össze-vissza néz, ezért Mennyó egy gét belenyírtál a fűbe? Hát nem, hogy Orisz egy Gerci nagy király? Igen. Ja, az lehet. Van olyan saját produkció, aminek te alapítója már most, mint a rap világába értem, mert ugye slammerként, költőként nyilván főhős vagy ezekben a dolgokban, de rapben van olyan, ami... Hát gyerekkoromban volt egy rap bandám, Mezőtúron még, Papecsó névre hallgatott, meg 21 éve már, hogy csináltam egy szólólemezt, vagy egy kis LP-t, és nem sokára jön egy egész estés saját. A nevem Csépés, és tegnap tényleg írtam egy slágert, a második refrén előtt van egy ilyen bridge, ahol általában a közönség segítségét kérem. Csider István Zoltán, költő, újságíró, slam poetrista. Szereti a rendet, vonzódik a melankóliához, és mesterien bánik a szavakkal. Amen. Én nagyon oda vagyok a hip-hopért, kora gyerekkoromtól kezdve, és nyitott vagyok, de hogy lehet hip-hopot belevonni a dalfutár játékba, mert hiszen a legtöbb rapper rappet ír magának, nem pedig szöveget másnak. Rap szöveget nem szívesen írnék egyébként másnak, mint ahogy szem szöveget sem írnék, azt hiszem másnak. Ezek szerintem hogyha mondhatunk ilyet, az átlag zeneközpontunk előadói műfajokhoz képest sokkal szerzői vagy sokkal nagyobb önazonosságot kikényszerítő műfajok. Ráadásul akkor működnek, saját szájból működnek. Igen, tehát igen, nagyjából értelmüket vesztik. Ugye ez az, amit sokan nem értenek, de mondjuk ha én most itt elkezdenék egy Snoopot citálni, és viszonyúan úgy mozogni, hogy ő akkor nevetségessé válnék. Rappereknél van ez a jó fejkedő, bemondó, kemény vagyok, magamról szólok, én itt vagyok, mások nem számítanak, tehát hogy van egy ilyen vonal, de te nem ez vagy, te inkább egy ilyen tanítóbb jellegű, vagy ilyen figyelemfelhívó. Remélem egyrészt, hogy így van többnyire, másrészt, hogyha magamról beszélek, vagy a műfajról beszélek, akkor is igyekszem, hogy ne legyen öncélú a műfajról, vagy a stílusról, vagy erre az egészről való beszédem, hanem túlmutassak magam, és átszűrjem magamon a valóságot, vagy nem tudom, azt, amiről ez egész szól, és remélem, hogy nem köldöknézegető, és nem a semmire flexelő cuccokat csinálunk a barátaimmal, igen. Dalszöveget írtál-e már? Nem. Nem írtam még dalszöveget. De hát traktort se vezettünk, mégis milyen jól csináltuk. Jól csináltuk? Az, hogy nem írtam dalszöveget, az nem is tudom, hogy minek köszönhető. Valószínűleg annak is, hogy nem bombáztak még ilyen ötletekkel vagy kéréseket, de mindig is nagyon szerettem volna. És van olyan, akit szeretsz? Van olyan dalszöveg, amit szeretsz? Közhelyes vagy nem, de én Lovasi András szövegein nőttem fel többek között. És elvitt a Lovasi traktorozni? Nem, de még elvihet. De még elvihet. Én meg elvittelek. De még szörfözni elvihet. Az igaz. Szóval Lovasi,
Lovasi, a Cseh Tamás, Bereményi Géza duó, meg a Cseh Tamás, Másik János duónak a dajtotokat nagyon bírom. Adamics Stevanovics, tehát az LGT-k? Nekem nem annyira, meg az én szüleim nem voltak annyira nagy LGT-sek. Uh-huh. Olvastam valahogy, hogy népzenészek voltak, vannak. Aha, igen. Az mit jelent, hogy ez foglalkozásszerűen brácsások és ütőgardonosok? Nem, citerások. Édesanyám már nincs elünk, de édesapám még ma is citerázik. Idén 50 éves a zenekaruk egyébként. Gondolom akkor ahogy indőttél fel, akkor ott gondolom néptáncot, népdalt. Gyakran találkoztam ezzel. Én magam aktívan egyébként nyilván némi gyerekes dacból is, vagy sem, de nem kezdtem el citerázni. Azzal együtt, hogy a Szondi utca rámeső blokkjában valószínűleg én tudom a legtöbb népdalt fejből. Rövidesen fogsz hallani egy dalt, és az lehet, hogy népdal lesz, erről már tudjuk, hogy az nem baj, de lehet, hogy mulatos lesz, de lehet, hogy metal lesz. Nézd, a túlságosan életigenlő, reflektálatlanul életigenlő dolgokat nem igazán kedvelem. Tehát én akkor egy ilyen mollos fiú vagyok, vagy ilyen melankolikusabb, ezért a popzenében is nyilván ilyenek felé vonzodom, legyenek azok akár magyar zenekarok, vagy magyar zenészek, akár külföldiek. Nagyon egyetértek, de hogy itt valamiben hazudsz, na, és hazudunk. Hogy lehet az, hogy azt mondod, hogy az életigenlő, és egyetértek veled, igen, és mondjuk ki, lenézzük azt, ami csak arról szól, hogy nyár van, földön, ágyünk, csajok, kocsi hátul. Hát mert egy dimenziós. De hát az ezt csináltuk. Mit? Csicsi, ezt csináltuk, ültünk egy traktorba, és azt sikoltoztuk, hogy kurva jó, megyünk, élünk. Akkor mérni, ha most mi megírnánk, nem illik megírni azt a dalt, hogy kurva jó, traktoroz, nagyon lesz. Jó, traktoroz. Az már reflektált életigenlés lesz, mert nem csak ez a két szókapcsolat lesz. De miért a mi traktorozásunk mennyivel ér többet, mint a Pumped Gabó ibizázása? Nem a téma, a jó érzés, vagy a tengerpart, vagy a jégkrém, vagy a Wellington Basin áll távol tőlem, hanem az egydimenziós Wellington Basin, ami papírmasé, amit igazából nem tud más megenni. Amiben nem érzem, az előadó. Ha mi csak arról írunk, hogy nekünk most jó traktorozni, akkor azzal nincs jogunk az emberek elé állni, hanem ezt ki kéne nyitni valami felé, hogy van bármi az emberek elé állni, de mi szerintem nem tudnánk, vagy hát se lehet, én szerintem nem tudnék úgy írni a traktorozásról, hogy az ne árulna el belőlem egy nagyon picit többet annál, semmit, hogy hú, mennyire jó traktorozni. Köszönöm, hogy rólam feltételezted, hogy én tudnék egybites lenni, de egyébként inkább tudnék, mint te, de a popzenében... Nem gondolom. Mindegy. Én hazugsággal vádoltalak, te butasággal. Ez a megismerkedésünk elején, ez egy jó indítás. Akkor egydimenziós vagy egybites valami, amikor nagyon könnyen megfejthető, egyértelmű, öncélú, szintelen, vagy szaktalan, vagy színes, de szaktalan, vagy szagos, de szintelen. Tehát amikor nem mutat túl önmagán. Készítettem Demi Zsomba vizet, az részben férfias, részben hasznos is. Folyjon rajta, mint ahogy a... Igen, azt megcsináljuk közelibe, ilyen nagyon slow-ba, hogy a vízcseppek a szakálladon. És a végén majd... Nem tudom, rázni kéne a hajadat, de lehet, hogy erről lekéstünk. Na figyelj, mennyire érdekel már a dal? Nagyon-nagyon. Én úgy szeretek repetíni például, hogyha már egy többé-kevésbé kész beatre történik meg, de ilyet meg még pláne nem csináltam, hogy megírok egy szöveget valamire, amiből aztán valami kiindulva az eddigi műsorokban, megint más lesz, és ez barom izgalmas.
is itt, majd ezt megbeszéljük. Első reakció. Nagyon faszta lesz ez. Igen? Aha. Láttam, hogy elvigyorodtál, és láttam, hogy hol, annál a résznél, ami az még akár rap is, tehát, de most már azóta még nyugodtabb vagyok, mert tudom, hogy nem ijeszt meg. Mit hallunk? Ez egy frissen valahol egyedül ott maradt valakinek a nem feltétlenül szomorú, de mégiscsak lefelé néző és picit magába forduló monológia. Lesz hallva. Aha. Én most egyébként egy lányt láttam meg egy gitárral magam előtt, aki... Mi elváltoztatjuk a hangokat, tehát nem biztos, hogy az lány. Világos. Vagy, amit a lánynak nekem, hallasz. Hogyha, ha nem ismerem fel, hogy ez egy énekes nő, vagy egy énekes férfi, akkor én mindig énekes nőre gondolok. Én mindig egy énekes nőre gondolok, vagy mindig több énekes nőre gondolok. Sokan vannak ezzel így. Igen, egyébként amit mondtál, a gitáros lány az egy nagyon jó toposz, és az utóbbi években a gitáros lányság újra divatba jött. De szerencsére még nem köszöntött be az elgitáros lányosodás. Tehát, hogy még annyi azért még nincsen, hogy minden bokorban legyen egy gitáros lány. És mit szeretünk a gitáros lányba? Hát a gitárt még meg a lányt. Muszáj még egy kicsit traktoroznunk, úgyhogy a következőbe állapodjunk meg. Szétfejtegethetjük ezt, de végül is ez a te dolgod lesz. Nem tudom, mit csinálj vele. Egy hetet tudok ráadni. Készülj föl mindenre. Nagyon várom, hogy nekilássak. Egy olyan szomorúság van ebben a dalban, ami szükségszerűen még csak egy lelki egyensúly felé mutat. Tehát nem sírás, picsogás, hanem beszélgetés, feldolgozás. És remélem, hogy ezt majd a szöveg is visszaadja. Gyere, ülj be! Üljek be? Aha. Demizsont visszük magunkkal? Demizson jöhet. Királyi fűnyírás után már annyira jól állunk pozitivitással, hogy megkockáztathatok egy halálos kimenetelű utcazenész párbajt is. Mert aki dudás akar lenni, a pokolra kell annak menni. Egy másik dudással. Tonight, I wanna love you. Tonight, I wanna need you. Hello! Szabi, olyankor is játszani kell, mikor nincs senki? Persze. Oh, tonight, I wanna hear you tonight. Oh, tonight. Ez nem jó, ha rájuk ki ezt a szandit. Summertime. Oh, figyelj! Közterület felügyelet. Közterület felügyelet. Köszönöm szépen. Tudod, az utcán kezdtem. 11 voltam, mikor apám leküldött az utcára. Azt mondta, mindenkinek éhes a szája. Menjél fiam, dolgozz, keresd pénzt magadnak. A pénzek az emberek kezéhez ragadnak. Len délen van, Vad-Afrikában, a Bén-Szudán. Öröznak, ha szúnyogok, hogy ebéd után. A jó szúnyog, nem ez mindent, nem válogat. Só nélkül eszi a felkent királyokat. Jó, hát izé, slágerlistáról könnyű dolgozni. A Cadillac rohan a táj, a bukit éneke a sok-sok száj. Köszönöm szépen! Tonight, I need your love. Köszönöm.
döntöttél? Számolt ki. Köszönöm szépen. Szervusz. Mert mennyit adtál? Mert külön gyűjt. Ez mennyi volt? Az nekem jár. Igen. Egy tízes? Az enyém az. Nem. Azt az én, a táncér adtad, nem? Így van. Az a táncér volt. Az én táncolvé. Nem, az a kér a jazz szóló kér, amiket szoktál nyomni. Tessék. Akkor tessék. Na miért? A legények elmennék a szomorú szamuráj. Ott találják a kislányok hajára. Minden madár társat választ, virágom, virágom. Hát figyelj, gyere, számoljuk össze. Összeszámoljuk? Aha. Szerintem én nyertem amúgy. Lehet egyébként. Esküszöm. Na nézzük, mennyit kerestünk. 1000. Én 850-et emlékszem. 2000. 100, 200, 3. 2500-600. Én sokat nem, tehát azért utcazenéltem már többször, de amikor utcazenéltem, akkor mindig múlt is rajta nekem. Igen? Igen, volt olyan, hogy lesz-e vacsora? Igen, pontosan így volt, stoppoltunk Franciaországba, és nulla pénzzel mentünk, de volt nálunk egy derbuka, meg egy ilyen kis játékdzsembe, és akkor úgy kellett Avignonba kiülnünk a térre, hogy nagyon éhesek vagyunk, és akkor ezen a délutánon fog múlni az, hogy... És ettetek végül? Ettünk, de úgy, mint a király. Úgy ültünk be a falafeleshez egy ilyen délután után, mint hogyha a Leroy-ba vagy a New York kávéházba ülnénk be. Így bejöttünk, és nagyon vicces volt, mert érezték a szitut a helyiek, aha, és így jöttek ki hozzánk, kis papírral, de a sarki falafeleshez érted. És mit kérnek uraim, mert látták, hogy nagyon boldogok vagyunk, és akkor sült krumplit is kértünk, és extra szószt is kértünk, és még extra húst, és megettünk egy szendvicset, és iszonyú jól éreztük magunkban. Bognár Szabolcs, ütőhangszeres zeneszerző producer. A konzervatóriumi zongoraszak után zenei világcsavargás következett. Mostanában Berlinben él, és onnan irányítja új szólóprojektjét és zenekarát, a Mabon Dawood Republicot. Nekem, te speciális sztori vagy, mert ugye a bátyád nekem a legjobb baráti köröm 5-6 ember 20 éve, 30 éve. Igen. És mesélt arról, hogy az a zenei világ, amiben mi voltunk, és amiben végül is téged is vonzott bele. Igen. Az hogy jelent meg nálad? Szóval ki lehet mondani, hogy az a 90-es évek jazz világ, amiben mi éltünk, az hatott rád gyerekként? Abszolút, hát közvetlenül, persze. Amikor nála lógtunk, akkor én mindig egyből oda mentem a CD gyűjteményéhez, meg iszonyat sok CD-je van, és egyből elkezdtem kutakodni, választottam azt, amit tetszik, bújtam a lemezborítókat, meg a krediteket, kölcsönadta őket, meg hát ő tudatosan vitt engem bele a pesti éjszakába. Volt olyan, hogy na most már... Hát itt ilyen 14 évesen volt, hogy na, Szabcsikám, akkor most már itt az ideje, hogy megtanult, hogy mi az az éjszakázás, és megmutatta, hogy nézd, ez a pesti est, itt kell kinézni, hogy mi történik, ez van közel, lementünk valami pubba. Ellátotta az éjszakai betyár. Hát de szerintem nem tudom, az első kimozdulásom, az egy Emilu lesz koncert volt a Zöld Párdomban, ahol ő vitt el minket, de úgyhogy anyánkkal, meg öcsémmel. De sőt, és arra te még nem emlékszel szerintem, de vittem a CD-t aláíratni, és olyan lelkes voltam, hogy a másolt kazit is aláírattam veletek. De egyébként azelőtt is volt már zenei világod, mert cigányok közt laktatok, amikor igen, te születtél. Igen. Én ezt egyáltalán nem tudtam, hogy ez a roma zenei vonal, ez ennyire gyerekkorodból van. Na, nekem nagyon erős emlékem, és nagyon, nagyon kedves emlékem. Hol volt ez? Tiszabőn? Tiszabőn. És ott voltak... Három évet lakott a család összesen, de annak én csak az utolsó fél évét csíptem el, tehát én igazából nem is emlékezhetnék rá, de mi gyakran jártunk vissza, és szerintem nekem azok az emlékek maradtak meg, amikor visszamentünk, és ott voltunk pár napot. És akkor tanítgattál gitározni, gitározás, kanalazás. Kanalazás, és iszonyat szerettem. Aha. És én emlékszem, hogy azok nagyon, nagyon belém voltak. Olyan helyekre jutottál el,
digitálisan, online olyanokkal dolgoztál, akiknek igazából itt nem is ismerjük a nevét. Ez az egész nemzetközi együttműködés, de ez hogy indult? Egyébként ez is a Botinak köszönhető. Én még emlékszem arra a találkozásra, amikor azt mondta, hogy nagy gyerekek, üljünk le, az öcsém meg én, mutatok nektek valamit. És leültünk a PC-el, és azt mondta, hogy ez gyerekek az internet. És tőlem akkor azt mondta, hogy ide beírhatok bármit. Nem kérdezzük meg, hogy mi volt a harmadik és a 12., amit beírtatok 15 nem, évesen? Nem, akkor még ahhoz mondjuk kicsik voltunk, mondtuk, hogy Lego, írjuk be, hogy Lego. Jó, írjuk, lego.com. És akkor kivoltunk, hogy van olyan, hogy lego.com, és hogy rá lehet keresni bármilyen zenére bárhogy. Úgy, ahogy a bátyámnál mindig a CD-k között kutakodtam, úgy elkezdtem az interneten kutakodni. Aha. És amikor először kezdtem el laptopon zenét csinálni, akkor egyből csináltam is egy MySpace accountot, és elkezdtem a kedvenc zenészeimnek írni. És volt, hogy kaptam választ. És ez akkoriban, persze ez egy apró dolog, de egy 14 éves elszeg, ez egy pozitív visszajelzés. Aztán lettek komoly nemzetközi együttműködéseid, tulajdonképpen Londontól Brazílián át Afrikáig. Minket úgy neveltek, hogy nyissunk a világ felé, és menjünk világot látni, ismerjük meg az inspirációink gyökerét, próbáljunk meg minden műfajból a legjobban dolgozni. És hát szerettem volna ennek mentén minél jobb énekesekkel, meg zenészekkel dolgozni, és abban a műfajban, amit mi csináltunk akkor, vagy csinálunk most is, kevés autentikus figura van itthon. És az volt az elképzelés, hogy biztos, hogy van ilyen brigád Amsterdamban, vagy Londonban, vagy akár Prágában, akik ugyanilyen fiatalok és éhezik ezt a friss hozzáállást. Én inkább a másokkal való közös munkában vagyok jó, mint mondjuk egyedül. Én egyedül sokkal kevésbé érzem magam hatékonynak vagy hatásosnak, viszont szerintem van bennem affinitás arra, hogy másokból kihozzak talán olyat, ami számukra is újdonság, és nagyon szeretem azt, amikor egymást erősítve születik valami új, ami egyedül, külön-külön nem jött volna létre. A Covid alatt mi színpadépítő munkás lettél? De még előtte, most ja. Annak azzal vége lett. Amikor én kimentem, akkor biciklis futár voltam, ilyen kajafutár egész télen. Amúgy úgy látom egyébként, ez is nagyon szimpatikus családi vonás nálatok, hogy te így nem félsz a fizikai munkától, vagy a dur bele. Kifejezetten szeretem egyébként. Fél ez a zenész szakma annyira frusztráló néha, hogy esküszöm jól esik megcsinálni egy feladatot, aminek van eleje, meg vége, főleg, hogyha olyan, hogy építeni kell valamit, és akkor ránézel, és azt mondta, hogy igen, ez volt a mai mission. Kész, köszönöm. Na jó, figyelj, sok mindent fogunk még majd megtudni róla, de hát azért nekünk van egy feladatunk, és szerintem, gondolom, már érdekel eléggé. Nagyon kíváncsi vagyok. Szóval, hogy mit szólsz? Nagyon tetszik, nagyon-nagyon. Fú, nagyon. Nekem egyébként ilyen modális jazz hangulatom lett tőle egyből. Tudod, modális jazz hangulat? Modális. Figyelj, ugye nem mondasz a csajodnak ilyet néha, hogy figyelj, ma olyan, létszes, Szabcsi mosogass el, nem tudom, ma olyan modális jazz hangulatom van. Nem, mindig modális jazz hangulatom van, úgyhogy azt nem kell mondani. Nagyon szép, nagyon tetszik. Tartanád ebben a világban, vagy szétszednéd? Belassítva is lehet. Én már előre kitaláltam, hogy szeretnék majd több verziót csinálni, hogy minél profibbnak tűnjek, és hogy nem, hogy fel legyek készülve minden lehetőségre. Tehát, hogyha kicsit olyanabb az énekes, vagy máshogy képzelték el, akkor tudjak alkalmazkodni, és legyen több verzió a tarsajomban. Egyébként egy szamba ugrott még be elsőre, hogy fel lehetne gyorsítani. Igen. Nekem meg én meg azt hittem, hogy te azt fogod akarni, hogy ilyen neoszólosan széthúztatod, belassítod. Na hát mondjuk két ilyen verzió, az nagyon izgi lenne. Viszont, hogy a nagy örömködésbe, egymásra találásba, boldogságba és klappolásba legyen egy kis bibi, nincsen szövegünk. Szövegíró azt ígérte, hogy tegnap estére meg lesz, és nem lett meg. Én ezt a hírt nemrég kaptam, úgyhogy egyszerűen fel fogjuk hívni a szövegírót, hát ha most... Akit hogy hívna? Lagzi Lajos. Kíváncsi volt, én be tudnak-e húzni a csőbe? Be tudnál egyébként, ha nagyon akarnál. De ki írtam, hogy a zenét? No, no, no.
Andis bácsi, lehet, hogy nyugdíjas már, de még vág az esze. Játsz már le megint, aztán. Mindjárt lejátszom, csak hívás átirányítva. Eltűnt ez. Eltűnt ez a lény. Pedig hát itt lenne a helye annak, hogy akkor és most rámutatom, hogy a szöveg. El tudsz kezdeni enélkül is dolgozni? Végülis a dallam. Persze. Dallam minden, amit, hogy hívják ezt a kacsa hangot? Kazu? Kazu. Tehát minden, ami kazu, az ének. Nem, szerintem minden, ami kazu, az szóló az ő fejében. Ez szerintem ez egy ilyen... valamilyen dallam. Ja, ez az ének. Ja, értem. Jó. Ez nagyon szép. Nagyon sok felé lehet elvinni. Nagyon. Nagyon. Nekem ez a rész meghozta azt az irányt is, amiből akár rádiójátszás sláger, és itt két dologról beszéljünk. Én nem tudom, hogy ez mi múlik egyébként, mert én annyira más játszanék. Hát aki nem tudja, hogy mi múlik, annak nem játsza a rádió a slágereit, úgyhogy üdvözöllek a klubban. Most már értem. Tudod, mi izgalmas egyébként még? És ez is egy új technológia. Hogy mivel ezek a stream oldalak veszik át az uralmat a piac felett, iszonyat nagy szerepe lett a playlisteknek. Amiben az a jó, hogy nem csak egy helyi rádióra kell koncentrálni, vagy egy helyi rádiós sikeren múlik a dalod sikere, hanem a streaming oldalakon keresztül az egész világhoz el tudsz jutni, amiben az a jó, hogy az alapvetően szűkebb közönséggel rendelkező műfajok is nagy meghallgatást tudnak produkálni. Akkor mondok neked most valamit, ami nagyon fog téged motiválni. Na. Ugye mi a dalfutáros dalokat fölrakjuk, Spotify, Deezer, és van ehhez egy partnerünk, aki most csinált, a VMND, aki csinált egy Hallgass Hazait playlistet. De persze. Akkor gondoljunk a Hallgass Hazaira, hogy legyen az egy cél, hogy oda fölkerüljön. Na figyelj, szóval van ennyi pénzünk, vegyünk rajta bármit. Jó szendvics. Gyere, válogassunk, gazdagok lettünk. Szia, Andris, rájöttem, te írtad a dalt. Hello. Szia, Szabcsi. Ja, alszik a gyerek? Igen. Figyelj. Most nem tudom beszélni. Nagyon okos vagy, de nem úgy van ám, hogy gondolod. Majd akkor később hívjál, jó? Jó. Szevasz. Vajon miért gondolja mindenki, hogy én vagyok az országban az egyetlen, aki szeret bosszanovát írni? És miért gondolja Szabi, hogy még jobban belefúrom magam ebbe a műsorba, amikor amúgy is eléggé benne vagyok? Pozitív dalunkhoz már csak egy jó kisugárzású profi énekesnő kell, aki szereti az elszenesedett padlizsánt. Mindjárt anya lesz, lám mégis milyen naív. Azt hitte neki lesz itt a legnagyobb hasa. Szevasz! Hát hello! Óvatosan! Igyekszem, várjám, azért még... Fit jó, kismama hát vagyok. Fit. Én ennél szóval hoztalak. Azért ez mekkora, nem? Nagyon jó. Ez azt találtam menő. Ki, hogy egy vízparti házban jachttal, kicsit rányjuk, grillezünk egy nagyot. Így kell élni, nem? Na, hát én örülök. Enni amúgy is imádok, de most ebben az állapotban meg sajnos duplán imádok enni. Pillanat, pici mozzanat, egy gondolat, ami rámutat, hogyan tovább. Hogy keressük meg az új utat, ami élhetőbb, ami boldogabb lehet. Hogyha bár... Radics Gigi, kamaszkora óta országos sztár. Így bemutatás helyett gondoljunk arra, milyen lehet magzatnak lenni egy ilyen énekesnő szíve alatt. Amúgy már csodálkoztam is, hogy miért nem hívsz. Mindig azon gondolkoztam, hogy... Elmondom, hogy miért nem. Andris nem akar engem hívni ebből a műsorba? Már majdnem, hogy meg sem. Eddig nem volt vízparti házam. És jachtom, és úgy gondoltam, hogy hát majd akkor... Kell a körítés, kell a körítés. Jó van. Amúgy egyébként szerintem tök menők vagyunk, mert telefont, meg ilyen bigyókat sok mindenki kap, de nekünk olyan főtámogatónk van, itt a Lupán, a Samsungnak van egy ilyen beach house-a, és menő. Ezt most megkaptuk már, hogy te főzős vagy egyébként? Most már igen, hát most már asszony életet élek. Asszony életet élsz. Az mit jelent? Hát Before levest már tudsz csinálni, meg bele tudsz jutni egy tojást, egy tepsibe? Már mindent tudok. Jó, akkor kezdjünk
a kolbászkákkal. Nem akarok nagyon bulvározni. Az már, hogy neve van-e, az már kiderült? Kiderült. Nagyon sokáig gondolkoztam azon, hogy mi legyen a neve. Akartam, hogy azért különleges csengése legyen, de azért... Balfutárka? Na, hogy mit szólsz például? Az nagyon jó. Olyanok voltak az interneten, hogy elment a kedvem a névválasztástól. Ha nem biztos, hogy az interneten kell. Hát lehet. Azt a kis muslicát megsütjük? Vagy azt ne sütjük meg, azt hagyjuk ki. És végül az lett, hogy Mikus Bella Szófia. Te hogy vagy a Gigivel? Hogy mondják egyébként, mikor Amerikában vagy akkor? Gigi. Gigi? Gigi. Vagy csak így, amikor már nagyon ilyen szlengben mondják, akkor G. What's up, G? What's up, G? Beszéljünk egy kicsit Amerikáról, mert hát ez a zene, amiben szerintem mondhatjuk, hogy kölcsönösen szerelmesek vagyunk. Szerintem mindkettőnknek a gyökere az R&B, a soul, az afroamerikai zene, a jazz, annak különböző kitörései. Nem a mi kultúránk. Nem, teljesen. Sajnos. És te eljutottál oda. Eljutottál ennek a szívébe, nem is akárhogy. Ugye ez a Quincy Jones story, Herbie Hancock, ezek mind ismertek, de te ezt hogy élted meg? Ez már természetes neked, vagy még mindig rácsodálkozó kislányként? Olyan érdekes, hogy ez így természetesnek tűnik, de közben, amikor mesélek róla valakinek, akkor én magam is alig tudom elhinni, hogy ezek valóban megtörténtek velem. Tehát olyan hihetetlen sztorik. sztorik voltak így az életemben, Amerikával kapcsolatban, meg hát nyilván ugye Quincyhez köthető leginkább ezek az ilyen nagy-nagy élmények. Mert... Beszéltsz ezekkel még néha, ezekkel az emberekkel? Persze. Vagy van írogatás? Leginkább e-mailben szoktunk, mert Quincy nem telefonál, képzeld, évek óta. Próbál odafigyelni nagyon az egészségére, de ilyen szinten. És azért nem telefonál, mert hogy a sugarak, igen, vagy a... Igen. Nem tudom mi? Igen, nagyon-nagyon különleges esetekben teszi kicsit oda a kicsit bolondok ezek mind, nem? Hát igen, de azért mi is, nem? Tehát, hogy minden művész bolond egy kicsit, ettől jó ez az egész. Hogy ezek milyenek ezek a palik? Közvetlenek? Mert ugye nekünk is ők a sztárjaink, Quincy Jones, a Michael Jackson hangszerelésektől kezdve, hát a big bandek, a minden, hát ez egy óriási dolog. Iszonyat alázatos ember. Olyan alázatos ember, hogy nem is tudom elmondani. Ott voltam a születésnapján, olyan arcok voltak ott, mint Stevie Wonder. Meg, beszéltél vele? Beszéltem vele, képzeld el. Milyen a kisugárzása a Palina? Hát imádom. Ugyanaz, amit gondolunk, hogy egy ilyen tündér? Tudod, kiben csalódtam? Mary G. Blige-ban. Miért? Hát ő nem volt annyira kedves. Bitch? Not a bitch, but quite like that. Tök jó az angolod. Thank you. De ezt gondolom, már kiskorodban is elindult, szóval gondolom angolul énekelted a dalokat. Hát sokáig én csak halandzsáztam, fülből szedtem le a dolgokat. Egyszer azért nem jutottam be a Megasztárba, mert elmentem egy full kamu halandzsával. A Beyoncé Listen című dalt énekeltem, és valami teljes káosz volt. És utólag visszahallgatva nem hiszem el, hogy így oda mentem. Hát most jelenleg Amerika egy picit úgy háttérben van, amiatt ugye, hogy most babát várok, és azért szeretném, hogyha a kislányom tudná azt, hogy mi az a Magyarország, meg hol van ez a Budapest, és hát nyilván azért itt szeretném valamennyire felnevelni, aztán majd, hogy ha a későbbiekben úgy alakul, hogy ez a szál még megy tovább, akkor mindenképp szeretném magammal vinni és megmutatni azt a világot is neki. De én azt gondolom, hogy ez még, itt még nincs vége Amerikát tekintve semmiképpen, szóval a céljaimat ugyanúgy megtartottam, és ezeket el szeretném érni, akkor is, hogyha anyuka leszek. Te álmodsz arról a típusú nagy sikerről, a toplistáról, a Billboard Top 10-ről, ezekről? Amúgy igen. Igen. És ahhoz mi kell? Azt meséli mindenki, hogy nagy tehetséggel, meg nagy melóval el lehet jutni a B-vonal tetejéig, és onnantól iszonyú nehéz az szerintem, ugrás. Szerintem, ami nagyon fontos, nem szabad szkeptikusnak lenni, mert akármit is csinálunk az életben, és így állunk hozzá, az nem fog sikerülni. Tehát szerinted én rajtam már ez a magyar ugar, ez a úgyse sikerül, van rajta? Ugye azzal arra akarsz célozni, hogy még érdemes megpróbálnom? Még van esélyed. Én melyik műfajba gondolod? Testépítés, ének, testépítés, az tökéletes. Köszönöm. Nem egyébként a zene. George Floyd ügy megérintett? Nagyon. Amerikának ez az arca. Nagyon. Ráadásul úgy, hogy azért rasszizmus ügyben itt mi nekünk is van érintettségünk Magyarországon.
Nagyon, ez amúgy olyan rosszul esett, hogy konkrétan sírtam, amikor megláttam ezt a videót. Neked volt valaha? Itt kaptál valamit? Valaha rosszat, hát, cigányozást? Talán az a szerencsém, hogy én kis közösségben nőttem fel, és ott ugye a suliban is a 99%-a cigány gyerek volt, és így nem ért akkora atrocitás ezzel kapcsolatban, de egyébként amikor felköltöztem a Megasztár után, akkor volt egy olyan helyzet, hogy fellépésre indulva kikiabáltak nekünk. Jaj, köszönöm. Kikiabáltak nekünk az egy ilyen nagy, fekete, lesötétített autóból, hogy jó, büdös cigányok! És akkor tök rosszul esett, mert aztán tényleg semmilyen kontaktusban nem voltunk a személlyel, csak egyszerűen ott elment mellettünk, és akkor egy ilyet kiabált be. És ez a Megasztár után volt. Na mondom, ezt hoztani. És akkor még azért kislány voltál, nem? Igen. Mennyi, 17 voltál akkor? 15 voltam. 15, Jézusom. Beszéljünk arról is, hogy mi lesz itt, mert én azért azt képzelem, hogy én ismerem a zenei palettádat. Szinte biztos vagyok benne, hogy népdal, cigánydal valószínűleg megvan neked. Meg, persze. Igen? Aha. De ilyesmi lesz? Nem tudom, még nem tudom, majd meg fogom mutatni. Rappeltél valaha? Akár csak viccből, buszba, turnéra menet. Van egy dalom, amiben rappelek. Az a dal cím, hogy Illuminate. Szóval, hogy úgy azért kacsingattam e felé is. A rap az ugyanúgy éneklés tulajdonképpen. Igen, de azért tudni kell ezt is. Ez nekem kicsit nehezebben megy, de szeretnék jól tudni rappelni, mert amúgy meg vonz ez a világ. Na jó, cseppel nyugodtabb vagyok, mert rövidesen mutatok neked egy dalt. Uh-huh. Már nagyon kíváncsi vagyok. Még kajáljunk, aztán ahhoz vízre szállunk. Amúgy nagyon jól sikerült a kaja, meglepő módon. Ahhoz képest, hogy végigbeszéltük az egészet, és szinte alig tudtunk arra figyelni, hogy mit csinálunk a kezünkkel. Nagyon finom volt. Az na, igen. Milyen vagyok? Hanyagú. Vagy. Közébe el tudnál vinni egy-két dolgot velünk én otthonra? Lemegyünk a csónakos Tesco-ba. Akarod te is kipróbálni? Hát most... Ezt nem lehet, anyukám, ez komolyabb dolog. De látod, milyen jó feleség és milyen jó anya leszel. Rögtön levetted, hogy egyáltalán nem érdekel a dalfutár, sem a Radics Gigi, csak az, hogy Andiska csónakos vezet. Örömködj. Hú, nyugodtan. Nagyon. Jó, kipróbálom. Ez mekkora? Én meg a Gigi, meg a Bella, kinn a vízen. Óriási feeling, csillezgetünk, hajózgatunk, gigizgetünk, dalfutározgatunk, kukorica, kolbász, paprika, só. Te szeretlek. Mennyire vagy kíváncsi a dalra? Hát nagyon, megmutatod már? Hát megmutatom már, és akkor végre én vezethetek. Na gyere. Te meg hallgatsz. Így adod a táskámat? Csak előtte persze. Még van egy dolog. Hát figyelj. Hú, az igen. Tudod, mitől ilyen súlyos? Na mitől? Az ajándékodtól. Van ajándékom, de... Aha, nem is te kapod. Tőled nekem? Ezt nézd meg. Jaj. Figyelj, dalfutár. Istenem. Dalfutárka. Aj, de arra jó. Az esetre, ha Bella valóban tehetséges lesz. Jaj, Istenem, dalfutárka. De aranyos vagy. Na figyú, itt egy dalszöveg, és itt van a dalom. Csak egy intro, kazum. Na jó. Na még vesz, eljárás a reakció. Én nagyon örülök ennek. Mindig is akartam valami jazzes történet. Ez kicsit jazzesebb világból jövő dolog. Na most a helyzet itt a következő. Itt van a kezembe egy szöveg, amit már csak ha így megmutatok neked, látod, hogy itt nem egyszerűségről van szó. A dalfutár néha jár úgy, hogy fantasztikus embereket találunk, vagy fantasztikus ismeretleneket, vagy fantasztikus ismerteket, akiket felbújtunk arra, hogy csináljanak, amit akarnak, és sajnos néha ezt betartják. Itt lett egy nem elég egyszerű szöveg. Hú. Szintévesztő. Majd mindjárt ránézzük arra.
Szóval azért az, hogy senki se látja, kifekszik a híd közepére, a sinek közé, és úgy tesz, mint az a kérdőjel, amelyik eldőlt. Pont, ujjával mesezöld rókát fest, meg zsebeket a narancsos égre, a túl sima homlokú fák lakják le a mélyvörös otthonos erdőt. Amúgy időmértékes vers is ez egyben. Igen. Ha szint vált, mintát gyűjt a pipetta, de tintából csak egyszerű szürkét vesz ő, a szintévesztő. És ez a rész pedig, alig, mozog, aha, pedig, szabad, kopog, szabad, pedig, pedig, Úristen, alig, rezegnek. Na mi van ezzel? Na Gigi, szerintem itt lesz a, itt lesz a, itt lesz a nehézség. Szerintem. Mit szólsz ehhez? Nem tudjuk felcserélni ezeket a szavakat. Hát... Vagy egyszerűsíteni. És senki se lát, közepére a sík közé, és úsz, mesezöld rókát fest, zsebeket, vagy így gondolja, túl sima homlokú fák lakják le, aha, a mélyvörös otthonos erdő. Aha, aha. Hú. 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 A szövegíró mindenképp valami elvont művész lehet. Elvont művész lélek. Én azt gondolom, hogy így az alter világban mozoghat. Aztán vagy igazam lesz, vagy nem. Picit le vagy sokkolva, azt látom. Igen, mert úgy szeretném megérteni, hogy gondolta ő. Amúgy biztos, hogy meg fogjuk azonnal érteni a stúdióban. Ez egy szép vers, ez egy komoly, és nagyon jó izéket. Nem enged a hús, ragadós, vékony, filmszerű réteg, a szűzhó kéken fénylik, mint a forral tej tetején az a hártya. A temegöből csak hazatévedsz, ez a temegén csak hazavárja. Pessoa és Pazolini barátja benéznek a tiszta szobája. Szép képek vannak benne, meg tehát lehet, hogy ehhez föl kell nőnünk egy kicsit ez a szöveghez. A producer már küldött egy demót. Aha. És az már megint egy más világ, de lehet, hogy az meg valahogy helyre tudja ezt rakni. Meghallgathatjuk azt is? Igen, na most figyelj, ezek persze, ezek demó hangszínek. Aha. Én az egyik szövegből hajtogatok egy hajót, ráhelyezem a vízre, és hát, ha megtalálja valaki, és megoldja. Hopp! Kis hajó! Istenem. Talán valami nudista szövegíró megtalálja. Azt vágod, hogy ott a nudista szöveg? Hát, hol? Na, figyelj, most még így esküvő előtt mutassak még utoljára valami. Menjünk arra egy kanyar. Izgi élet, menjünk. Pont akkor jövök egy nudista strand mellett, amikor már 9 dioptriás a szemem. Ne haragudjanak, mesztelenek! Csak tudni szeretném. Hát nem jól szövem, de úgy látom, hogy igen. Én semmit nem látok. Középen van egy kis prém. Te ellátsz a prémig? Látom, sajnos. De férfi prém vagy női prém? Hát szerintem férfi vagy, nem? Köszönöm, hogy elhoztál. Hát látod, a futár óriás kalandjai. Csillebérc, Studio 1, helyzetjelentés. Szírják Tamás kollega. Melegít. Ma dolgoztunk a ritmus szekció felvételeken. Nagyon izgatott vagyok. Holnap fúvósok. Most az Oktogon mellől a Karmatic stúdióban jelentkezek, ahol mindjárt elkezdődnek a fúvós felvételek. Kicsit összeöztem a technikával. Nullakotákat gyártottam volna digitálisan, úgyhogy kiskonzis módjára. Apró rózsaszín füzetbe, ráadásul puha ceruzával írtam le nekik a szólamokat. Reméljük, hogy minden klappolni fog. Perka felvételek fognak következni, amiket a szerény személyen fog eszközölni.
editálás. Editálás. Mivel közönség jól tudja, hogy a jó dalok tényleg képesek rendbe tenni az embert. Ez a varázslat az oka, hogy az emberiség a történelem során a legtöbb esetben nem hagyta éhen halni a dalnapokat. Ez még napjainkban is így van, mikor a zenészek dalok helyett már pólókat árulnak, mint egy butikos. A mai csapat válogatása közben is sok zenét hallgattam. Kerestem a pozitív hangulatokat, a felemelő zenei gesztusokat és a költői sorokat. Sok ilyet találtam. Ezért mindenkinek azt javaslom, hogy más dalokat is hallgasson, mint amiket az algoritmusok ajánlanak. Rengeteg gyöngyszem rejtőzik a nagy digitális szemétdombon, olyan dalnokok munkái, akik akár ismeretlenül is, de jó szándékú elhivatottságból alkotnak. Hiszen ahogy a költő mondja, nem csak az a félisten, ki vajta van a playlisten. Újat alkotni jó. A műsor és a tehetségek támogatója a Samsung. A Dalfutár autós partnere a Mazda. Az érzékeidre hat. Akárcsak a Dalfutár.